Az észak-koreai sajtó dicsimnuszokat zengett arról, hogy az ország sikerrel tesztelte szerdán egy új típusú tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétáját. Fenyan azt mondja, új korszak kezdődött, az ország készen áll a külső fenyegetések megfékezésére. Szomszédos államok közlése alapján a meredek röppályán felbocsájtott rakéta 910 kilométeres magasságig jutott, és a kilövéstől mintegy 450 kilométeres távolságban csapódott vissza a Japán tengerbe. Az ország alapítására emlékezett csütörtökön Észak-Korea. Az árkózott kommunista diktatúra ezúttal nem a Kim család már elhunyt tagjait dicsőítette, hanem egy olyan ősi, közel 4500 éve élt királyt, akinek síremléke az ország területén van, és akit sokan az első koreai királyság megalapítójának tartanak. A jeles nap alkalmából vagy sem, de szerdán Fenyan olyan fegyverkísérletet hajtott végre, melyet számos környező állam és a nemzetközi közösség is rendkívül provokatív lépésnek ítélt. Az ország sikerrel tesztelte szerdán egy új típusú tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétáját. A siker jelentősége óriási, új korszak nyílt a külső fenyegetésekkel szembeni védekezésünkben, tovább nőtt az önvédelmi képességünk, fogalmazott a kísérletet követően az észak-koreai állami média. A dél-koreai vezérkar közlése szerint a rakétát viszonylag meredek röppályán lőtték fel, ezért nem is tett meg túl nagy utat, a fellövés helyszínétől számítva alig 450 kilométernyire csapódott a Japán tengerbe. A rakéta ugyanakkor 910 kilométeres magasságig jutott, ezért szakértők azt mondják, amennyiben kisebb szögben bocsátották volna fel, úgy a lövedék jóval nagyobb távolság megtételére is képes lehetett volna. A kísérletet egy nappal azt követően hajtotta végre Észak-Korea, hogy bejelentették, az ország kész szakértői szinten felújítani az Egyesült Államokkal kezdett, de több hónapja megszakadt tárgyalásokat a koreai félsziget nukleáris leszereléséről. A fenyeni vezetés a mostani fegyvertesztel vélhetően azt akarja elérni, hogy Washington elálljon a teljes nukleáris leszerelésre vonatkozó követeléseitől. Az amerikai vezetés ugyanis ehhez köti a szankciók enyhítését.